Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök én is mindenkit a mai sajtótájékoztatókon. Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy Magyarországon meghaladta a 4 milliót a foglalkoztatotti létszám a KSH legutóbbi statisztikája szerint, ugye 21 éves csúcson vagyunk, és valóban a 4 millió egy lélektani határ több szempontból is. És ami nagyon lényeges, hogy a növekmény több mint a kormányváltás óta több mint 200 ezer emberrel dolgozik több Magyarországon, és ezen belül több mint 100 ezer fő a versenyszférába találta meg az elmúlt 3,5 esztendőben a munkahelyét. Ez nem a véletlennek köszönhető, a magyar kormány számos olyan programot indított az elmúlt időszakban, amelyek a versenyszférában való elhelyezkedést segítették. Szeretném itt talán a leglényegesebbekre fölhívni a figyelmet. A munkahelyvédelmi akcióterv kapcsán több mint 700 ezer ember után veszik igénybe a munkáltatók azokat a járulékkedvezményeket, amelyeket a most dolgozók illeti meg, tehát magyarul ez elsősorban munkahely megőrzéstől szól, de kevés szó esik arról, hogy új munkahelyeket is teremt a munkahelyvédelmi akcióterv, hiszen a pályakezdő fiatalok, a tartós munkanélküliek és a gyesrő-gyedrő visszatérők esetében a normál kedvezmények mellett extra kedvezmény is jár, hiszen ezek után, az emberek után, akik új belépők, 2 évig 0 forintot, a 3. évben pedig a fél szociót kell fizetni. Ezzel a megoldással gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy több mint 40 ezer új munkahely létesült a munkahelyvédelmi akcióterv kapcsán Magyarországon. Ezen kívül első munkahely garancia címén a 2012 őszén a pályakezdő fiataloknak indítottunk programot. Ott jelen pillanatban is több mint 14 ezer fiatal dolgozik a program keretében, illetve ugye tavaly nyáron diákmunka keretében 2 hónapig 16 ezer diák vett részt foglalkoztatásban, ami egy igen sikeres program volt. És talán a mi szempontunkból az egyik legsikeresebb az úgynevezett munkahelyteremtő pályázatok támogatása, amelyet ugye 2010 óta folyamatosan írunk ki. Azóta meg 6,5-szereztük, szépen magyarul fogalmazva, ezt az összeget. 2 milliárd forint állt rendelkezésre 2010-ben, és 13 milliárd forintot fizettünk ki 2013-ban a nyertes pályázatoknak. Úgyhogy ez azt bizonyítja, hogy kiknek van kiírva elsősorban, mikro, kis és középvállalkozásoknak, azok, akik a meglévő statisztika állományi létszámukat kívánják bővíteni, és ezt a megnövelt létszámot kell 2 évig, illetve a gépet, berendezést, eszközt 3 évig igénybe venni. Az elmúlt időszakban, az elmúlt 3 évben lényegesen módosítottunk a pályázati kiírásokon, meggyőződésem, hogy annak is köszönhető, hogy ez az összeg ugye a növekedett és a megnövelt összegre is igény mutat a mikro, kis és középvállalkozások részéről. Hogy miért pont ide fordítjuk az energiánkat, azt hiszem nem nagyon kell magyarázni, hiszen foglalkoztatási szempontból ez az a szektor, ahol az összes foglalkoztatotti létszám több mint 70%-a van foglalkoztatva. Tehát ha eredményeket akarunk elérni, akkor elsősorban ide kell koncentrálnunk az erőinket. Ugye sikeres dolgon nem érdemes változtatni, úgyhogy az idei évi kiírás az gyakorlatilag nagyon hasonlítani fog a korábbi, főleg a tavalyi évi kiírásokhoz. Röviden, tömören azt tudom mondani, hogy 13 milliárd forint áll rendelkezésre az idei esztendőben erre a célra. Ugye tavaly 10 milliárdot hirdettünk eredetileg meg, és annyi sok pályázat, több mint 20 milliárd érkezett be, és ebből 13 milliárd forint értékűt találtunk alkalmasnak támogatásra. Ezért a tavalyi nyertes pályázatokhoz igazítottuk az idei évi keretünket, tehát ez egy igen jelentős összeg, soha ennyi még nem állt rendelkezésre. Ezzel nagyjából egy 1100-1200 vállalkozásnál várhatóan mintegy 6500 új munkahely létesülhet Magyarországon, és körülbelül mintegy 12 ezer már meglévő munkahely megőrzését is fogja reményeink szerint segíteni ez a pályázat. Csak úgy, mint a korábbi időszakban, az idén is november 30-áig azok pályázhatnak, akik nem kezdték meg még a beruházásukat, és a megkezdett beruházást azt november 30-áig ebben az évben, 2014-ben be is fejezik, vállalják legalább 2 fő
plusz foglalkoztatását, teljes munkaidőben való foglalkoztatását, és ugye, ahogy az előbb is említettem, ezt a megnövelt létszámot kell legalább 2 évig, az eszközberendezés pedig legalább 3 évig tartani. Ugye ez azt jelenti tehát, hogy a megnyert összeget nem bérre és járulékra lehet fordítani, hanem eszközbeszerzésre, infrastruktúrára és sok minden egyébre. Nyilván itt az a célunk, hogy valóban munkahelyek jöjjenek létre, és nem az, hogy a bértámogatás kapcsán a bérekhez járuljunk hozzá. A beruházás támogatás mértéke hasonlóan a korábbi időszakhoz, illetve a tavalyi évhez maximálisan 3 millió forint lehet egy ember után az igénybe vehető támogatás. Ez úgy néz ki, hogy az alaptámogatás 1,5 millió forint, tehát minden egyes új ember után 1,5 millió. Ha regisztrált állásra kereső az illető, akkor plusz 500 ezer forint. Hogyha hátrányos helyzetű régióba jön létre a beruházás, akkor plusz 300 ezer forint, és ha ráadásul még szabad vállalkozási zónában is van, akkor plusz 400 ezer forint, és ugye ha valaki összeadta, volt ideje rá, akkor még 300 ezer lauf van a rendszerben, ez pedig arról szól, hogyha valaki roma származású munkavállalót foglalkoztat, akkor még 300 ezer forint támogatást igényelhet. Így jön össze tehát ez a 3 millió forint. Egyébként a támogatás a pályázati maximum 120 millió forint alapvetően egy vállalkozás esetében. Ha hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű régióban van, akkor 240 millió forint ez a maximális összeg, illetve hogyha legalább 250 főt elérő új munkahely létrehozását segíti, akkor legfeljebb plusz 100 millióval forinttal nőhet még. Egyébként a tavalyi vagy a korábbi évek tapasztalata az, hogy a legtöbb pályázat ilyen meglévő 5-10-15-20 fős létszámra plusz 2-3-4-5 főt vettek föl, tehát valóban a mikrovállalkozói szektor az, aki, a kisvállalkozói szektor az, aki ezzel a pályázati lehetőséggel tud és kíván is élni. Ami még lényeges információ, hogy a mai napon, ahogy a sajtótájékoztató elhangzott, a pályázat kint lesz, tehát a pályázat már a mai napon kint lesz az NMH, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján, tehát le lehet tölteni a pályázatot. A pályázatot február 14-éig lehet beadni, tehát február 14 a beadási határidő, és a pályázatok támogatásáról 2014. április 4-éig miniszteri döntés fog születni. Ugye itt a korábbi években nagyjából február környékén írtuk ki a pályázatot, és ez ilyen április vége, május eleje, május vége, 20-a körül volt a maximálisan a bírálat. Most januárra előre hoztuk ennek a pályázatnak a kihirdetését, pontosan azért, mert azt szeretnénk, hogy a választások körüli időszak semmilyen mértékben ne lassítsa azt a folyamatot, amely a mikro, kis és középvállalkozások számára korábbi években is ki volt írva, hiszen ha jól megnézzük, ugye a 2007-13 közötti időszakban kifejezetten foglalkoztatás segítő támogatási pályázatok már nincsenek kiírva, ugye a 14-20 közötti időszakra pedig még nincsenek kiírva, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb időben és a legjobb célzással fogja majd úgy, ahogy a korábbi években is betölteni azt a fontos szerepet, amely a foglalkoztatás bővítésében, a versenyszférás foglalkoztatás bővítésében segíteni fog a mikro, kis és középvállalkozóknak. Nincs kizáró ok, ugye itt ami a lényeg, hogy a meglévő állományi létszámát kell növelni a vállalkozásnak. Innentől kezdődően minden egyes új munkahelynek örülünk, tehát ha valaki tavaly igénybe vette, és úgy érzi, hogy az idén újra meg tud a feltételeknek felelni, állunk rendelkezésre. Sőt, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy újonnan létrejövő vállalkozás is indulhat a pályázaton. Igen, 2013-ban 1700 pályázat, több mint 10 000 új munkahelyre. Bocsánat, ez az igénylés, ez az összes, ez a 21,7 milliárd forint, és ebből a ténylegesen 13 milliárd forint lett kifizetve, amit az előbb is mondtam. Ezzel 1139 KKV részesült támogatásban, és ebből 6000, egész pontosan mondom, 6456 új munkahely jött létre. És ami talán nagyon fontos, hogy ebből a 6456-ból 5028 álláskereső.
Tehát magyarul ugye az a plusz 500 ezer forint hatékonyan működik, úgy tűnik, és számunkra meg az a fontos, hogy ne az utcáról, ne csak az utcáról, hanem konkrétan olyat, aki munkanélküli státuszban volt, azokkal sikerüljön helyzetbe hozni, és 12.600 új vagy munkahely megőrzését is segítette. Ez konkrétan a tavalyi év adata.